Falmetszetek, utcák, sikátorok, a Távol-Kelet hangulatát hozta el a Nyírségbe Zsadányi Zsolt kiállítása. A festőművész tárlata az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban látható, így még szélesebb közönséghez juthat el, emelte ki a város alpolgármestere köszöntőjében. Amikor eljön az ember bevásárolni, vagy ügyeket intézni, akkor van egy kiállítás, én rendszeres látogatója vagyok, és egy picit, ez a pici stúdió a világot hozza el nekünk, a Távol-Kelet, pontosabban Japán a téma, de azt gondolom, hogy nincsen ember, akit nem mozgatná meg a fantáziáját, és jó eséllyel az ember soha nem jut el Japánba, de ezek a képek által egy kicsit ott vagyunk, és élekbe átérezzük a hangulatot, amit ezek a sikátorok vonzanak, a falmetszetek mutatnak, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és várom a következő lehetőséget. Zsadányi Zsolt hajdúsági születésű festőművész, aki évek óta Szabolcs megyében alkot. Jelenlegi tárlatának célja, hogy közelebb vigye az emberekhez a japán kultúrát. Az elmúlt időszakban ázsiai és japán témák után érdeklődött. Ekkor talált rá egy szerb festőre is, aki japán falmetszeteket dolgoz fel alkotásaiban. De a tárlatot egy véletlen inspirálta. Szobabiciklizés közben mindig a YouTube videókat szoktam nézni, és akkor vannak a YouTube-on mindenféle ilyen sétálós videók, mindenféle városról, tehát Kalkuttától elkezdve mindenféle városról, és van Tokióról is, és ahogy néztem a tokiói videót, nagyon megtetszett Tokió, egy nagyon szép és élhető város. Nem is olyan rég volt az interneten egy felmérés, hogy Tokiót nyilvánították a legélhetőbb városnak. Erre persze van egy ellenérv is, van egy ismerősöm, akinek a fotóit feldolgoztam a mostani kiállításon, Dóci Tamás. Ő azt mondja, hogy reggel 7 és 8 óra között egyszerűen téboly, amikor úgy állnak, mint a heringek a metró szerelvényben. A falmetszeteken túl úgynevezett jokocsókat, azaz japán sikátorokat ábrázolt még festményein Zsadányi Zsolt. Ezek nem az európai értelemben vett sikátorokat jelenti, hanem azokat a kis szűk utcákat, ahol kocsmák és éttermek vannak. Ezekben az alkotásokban olyan fényképek segítettek a festőnek, amelyet egyik Japánban élő barátja készített. Az akvarell technikával készült festményeket közel egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők a Sipeki Fotóstúdióban.